Damien Y. Sziasztok! Szia Damien, szóval meg is csinálom neked itt a... Sziasztok! Sziasztok! Szia Louis! Üdvözöllek benneteket! Igen, jól mondtad, ismét egy, hát próbáltam személyre szabni ezt a kis trükköt. És már jól tetted a Pepsi kólával. Igen, hát ez nem az egészség miatt van, meg gondolom sok kólát azért nem is szeretem. Nem szeretem annyira. Nem igazán. Hát ez 100%-os almalé talán, ez talán egy kicsit közelebb, de ez nem is azért van itt az üveg, illetve a két kóla, hogy megígyuk. Két ilyen bontatlan kis kólás doboz, hanem mint artistának, ugye nálatok az egyensúlynak nagyon nagy szerepe van. Tehát az egyensúly. Arra épül az egész tudás. Így van. És arra gondoltam, hogy egy ilyen kicsit ilyen egyensúlyjal kapcsolatos trükköt nézzünk meg. Itt van ez a Apple juice-unk, odaadom neked ezt a kis üveget, és arra szeretnél kérni, hogy ahogyan szeretnéd, a tetejére próbáld meg rárakni ezt a Pepsi-s ezt foghatom, vagy lent kell, hogy maradhat itt lent is, de a lényeg az, hogy rárakod, és álljon meg a tetején. Ez bárhogy, ahogyan szeretnél. Jó, ahogyan legegyszerűbb mondjad. Így van. Legegyszerűbb mondjad. Van esetleg egy másik módszer, amivel próbálkoznál? Szerintem fejjel lefele az ugyanúgy megy nekem. Neki is, ennek a tetején. Próbáld meg az élén. Mit szólnál, hogyha így az élére állítanám? Mert az ő is. Nehézkes. Na jó, maradjunk ennyi. Jó. Elfogadjuk. Na most te meg akarod próbálni esetleg? Hát nem tudom, én az egyensúlyozásban egy picit, de nekem is ez. Nagyon jó. Oké. Én is megpróbálom. Nem iszol te se kólát, igaz? Nem nagyon. Jó, ez a dolog, ez nekem is megy. Uh-huh. Nekem is megy. Na most én megpróbálom ezt az él dolgot, mit szóltok hozzá? Ez egy szuper látvány. Hát erre képes a szupermágnes. Szeretem közelről megtapasztalni ezeket egyébként. Zseniális. Tényleg látványos, eljöjjön a magyarázat. A magyarázat a következő. Ezt lehet használni egy kicsit ilyen bártrükszerű dolognak, ilyen fogadós dolognak, hogy valaki meg tudja csinálni. Azért annyit áruljunk el, hogy Ferinek a kisfia itt van velünk a kamerákon kívül, és láttam, hogy ennél azért kikerekedett a szeme. Gyere be nyugodtan, itt élőben vagyunk, nyugodt itt oldalt, ülj le apa mellé, és tanuld meg te is ezt a trükköt. Rippel Feri kisfiát. Rippel Krisz. Kriszt fogadjuk sokszor. Nézd csak Kriszt, oda néz. Mint apáik, hogy beszokták. Ilyen közelről más az lehet kívülni. Ez is nem tartja semmi. Épp ezt az akkor egy körbe lehet-e nyúlni. Na, akkor már is tanítok neked is akkor egy trükköt rögtön. Ez a két kólás doboz hasonlónak tűnik, mind a kettő bontatlannak tűnik, de nem ugyanaz a kettő. Ha megfogod a kettőt, akkor érezni is fogod rögtön. Igen, itt. Hogy ez könnyebb. Az egyik könnyebb, mint a másik, igaz? Na most a trükk lényege a következő, ezt a kis kólás dobozt megpreparáltam. Ha megnézed, van egy kis luk, ezt ti nem látjátok, de képzeljétek el, egy kis lukat szúrtunk, igen, és a kólának egy részét azt kiöntöttem belőle. Tehát tulajdonképpen nagyjából így ennyi marad benne. Jó becsinál. Nagyjából egy fél deci kóla van. Igen. Nagyjából egy fél deci marad benne. És így megáll. Így megáll. Megpróbáljam csak. Megpróbálhatod? Na, várjál, megpróbálj. Így sem egyszerű, de... Így sem egyszerű. Ha az asztalon próbálod, ott biztos, hogy sikerül, de így biztos, hogy megáll. Szép. Az kicsit jó. Nézd, hogyha itt próbálod. Még annyit segítettünk a dolgon, hogy itt egy picit ütöttünk rajta egyet, hogy ez a kerek dolog ne legyen. Na jó, de épp a harmadik fröccs után az ember, hogy preparálja ki a kólát, el akarja szédíteni ott. Ez már a bűvész rész a dolog, hogy meg lehet csinálni, hogyha mondjuk felkészül az ember, és a zsebébe már elő van kész. És aki nem iszik alkoholt, mondjuk ez kóla. Ez kóla, igen. Hát talán is megpróbálod? Hát. Gyere, próbáljuk, nézzük csak. Ez az oldalon. Fog meg az egész dobozt, és akkor nagyon lassan, de ilyen segítség. Ez lesz a része, azért ilyen hozzá, és szépen lassan próbáld meg ott megállítani. És sikerül! Tadám! Meg is fel, Krisz!
is darabokra tört! Nagyon szépen köszönjük, hát tök jó volt ez a mutatvány, és láttátok ti is, hogy most élőben Krisz tényleg meg se volt beszélve, hogy be fog jönni. Már ide élőben, és tényleg sikerült neki, úgyhogy próbáljátok ki ti is ezt a mutatványt. Köszönjük, Damien, ez igazán nincs mit. Jó gyakorlást! Hát köszönjük! Köszönjük! Sziasztok! Köszönjük szépen!